először is a párommal a dalszöveget, meg hogy nekem annyira nagyon tetszett, hogy megőrültem, hogy én ezt nem énekeltem el. Mi az, hogy ez csak férfiaknak van? Hát mi van a szövegben, hogy ez csak férfiak énekeltik el, és semmi. Tehát, hogy megnéztük, semmi olyan nem volt. A refrén, hogy sír nekem egy folyót, hát nekem is sírhat egy folyót. Well, you can cry me a river, cry me a river. Azt írtam, hogy tök szép, tök tiszta, minden oké. Okay. Azt mondja Szabolcs, hogy hát tök jó, csak egy kicsit ezen fiús, és abban a pillanatban rácáfoltál, mert megjött a csajos történet. Most minden összejön hirtet, tehát a szakdolgozat írás kellős között, hogy jött a verset. Nincs mit tenni, ha egyszer most van a lehetőség, most kell megragadni, úgyhogy próbálkozom. Pedagógus hallgató vagyok, most fogok végezni, és mellette még a tanítót is elkezdtem, de azt most egyelőre fasztiváltattam, mert itt sok lenne. És mert konkrétan, ha az életemet nézem, akkor az zene a hobbi, de ez mindig több lesz nekem, mint hobbi. A zenekarommal 3 éve találtunk egymásra, énekesnőt kerestek, és hát ők a swing műfajának élnek, swinget játszanak, és hát egy elég régi lélek vagyok, de a sanzon műfajjal barátkoztam meg elsőként, és mindig is az lesz a szívemhez leginkább közel álló műfaj. Hát ez egy réteg zene, úgyhogy nehéz megtalálni a közönséget, de azt gondolom manapság, ha bármilyen műfajt tekintünk, akár vagy bármit nézünk, az öltözködéstől elkezdve minden kacsingat a retro felé. Rátaláltam egyszer jó pár évvel ezelőtt a Big Stúdióra, és ott Gálos Laci, akivel nagyon jóban lettünk közben, ő segít nekem mindenféle alapokban transponálni, a hangomra igazítani, rögzíteni. Tényleg, mikor hazaért, mikor én hazaértem már, találkoztunk és dolgoztunk rajta, hogy az legyen. Aztán nekem az volt a célom, hogy saját magam előtt ne égjek le. Úgyhogy, tehát, hogy magam előtt úgy teljesítsek, amire így büszke lehetek. Aztán ez egy szubjektív dolog, tehát ez később derül ki, hogy a zsűri éppen mit keres. Szeretnék minél több lehetőséget megragadni az énekléssel kapcsolatban. Aztán a legnagyobb célom, és hát mellette azért ezt a versenyt is úgy csinálni, hogy mindig felkészült legyek, mindig tudjam azt a formát hozni, amit elvárok magamtól.